most már élesen a hőszivattyúkról fogunk csak beszélni. Jönnek azok, hogy belenézünk a gőzbefecskendezős hőszivattyúba, az miért tud sokkal-sokkal több kilowattot, mint egy egyszerű hőszivattyú. Aztán, amikor több száz kilowattot kell alkalmazni, vagy akár kicsi pár kilowattot, tervmintát nézünk meg, a tervminta minden részletét, hogy mit mérne, meg még mérne, szokásokat mértne, és helyette mit javasolok alkalmazni, minden részletet átbeszélünk, vezérlést is, az összes elektromos bekötést is, hogy mi kell egy hőszivattyúhoz. Aztán komplett terveket mutatok, tervekről is hibákat fogok mutatni, és majd a nap végén ugye majd összeszedjük, hogy amikor napkollektor is van, meg fatüzelési kazán is van, meg kondenzációs gázkazán is van, meg még hőszivattyú is van, na ezeket együtt is hogyan javasolom alkalmazni. Csőrendszer kapcsolatban is, meg vezérlési kapcsolatban is. Ezeken mind végig fogunk menni. Ide kattintok, hogy unikál kazánok hőszivattyúk. Itt van kristálytiszta logikával minden, ami kazánokkal és hőszivattyúkkal kapcsolatos. Ha valaki a fali kondenzációs kazán 12.35 kW sorra kattint, akkor a kis kazánokkal kapcsolatos minden található itt. Már is felhívom figyelmet arra, hogy itt is a legelső írás, összehasonlítás néhány fali kondenzációs kazán között. Annyi különbség van egy unikál kazán és szinte az összes többi gyártmány között, hogy legalább már 15 oldalon keresztül soroljuk és magyarázzuk, és ábrák és képek, úgy, hogy a laikus is megértse, hogy milyen egy unikál kazán és mennyivel más, mint egy-egy versenytárs. És most azért jöttem ide, ebbe a fejezetbe, mert itt van a hetes tervminta is, éppen itt van. A hetes tervminta szól arról, hogy miért is nem gyárt az unikál ilyen fűtőkazánokat, vagy csak a négy minőségi szintből a legalacsonyabb kategóriához. Azért, mert hogy megint előhoztam ezt a képet. Ugye egyszer már elmagyaráztam, ha a fűtőkazán fűtene egy indirekt boiler csőkígyóját, akkor sajnos a boiler szonda jelére a fűtőkazán nincs döntési helyzetbe, 80 fok körül előremelőt nyom ide, és közben modulálja a teljesítményét, ha egyre magasabb visszatérő vér vissza, mert már csak pár kilowattos a csőkígyós hőcserélő, akkor a kazán modulál lejjebb, de még mindig 80 fok körül előremenővel próbálja fűteni ezt a hőcserélőt, ami ugye nagyon rossz energetikai megoldás, nem is kondenzációsan működik a kazán. Mi tehát azt használjuk, ezt a verziót, az előbb itt a szünetben beszéltem is, hát ide jött valaki, aki kérdezősködött, hogy belső csőkígyós boiler, és azt mondja, amikor ő neki szereltek, akkor még csak az volt, nem voltak a külső hőcserélős megoldások. Mondtam, hogy nem, ez fordítva van. Alapállásból régóta és ősrégóta az ősi épületgépészetben mindig a külső hőcserélős megoldások voltak, hogy valami a napkollektor, vagy a régi kazán, vagy a fatüzelésű kazán, vagy egyszer csak kondenzációs kazán fűt egy hőcserélőt, és szivattyú keringteti az úgynevezett primerkört. És üres használati melegvíztárolók voltak, úgy értem, hogy víz van benne, csak gépészetileg üres, tehát nincs benne csőkígyó. És a hőcserélő és a tároló között megint használtunk egy csövet, szivattyúval, meg általában még egy csövet. Mindig a tároló aljáról kiszívtuk a vizet, mindig az a leghűvösebb, ami a tároló alján van. Szivattyúval átkeringtettük, ami a primerkörből idejött hőenergia. Az pillanatok alatt a szivattyú átkeringtette, fölfűti és már küldi is be a tárolóba, és nem baj, hogyha közben a tárolóból nem mentek ki a melegvizek, nem jött be a hidegvíz, tehát a tárolóban egyébként nem lenne áramlás, csak a szivattyú miatt mégis van. Tehát ez a hőcserélő rendkívül szuper. Utána jött az a változtatás, hogy a boilergyártók, amikor én Fehérváron az Albarég építő cégnél voltam, a tervező és kivitelező és fejlesztő is, ugye akkor az idősebb tervezők tudják, akkor még csak két katalógus volt, fénykatalógus, fűtőberkatalógus, ezekből lehetett tervezni. Egyszer csak mi történt? Rájöttek a boiler gyártók arra, hogy miért is ezt a megoldást alkalmazzák a gépészek, hogy kazán, hőcserélő és külön üres tároló. Hát miért csak egy boiler gyártó, mondta a boiler gyártó. Hát csináljunk már olyan boilert,
hogy a boilerbe belerakunk egy csőkígyót, azzal együtt belülről, tehát a csőkígyó külső felületét is lezománcozzuk, azt elnevezzük hőcserélőnek, végül is valamennyire az, és jóval drágában adhatjuk a boilereket. És elnevezték ezeket indirekt boilereknek, mert hát ugye nem ő fűti magát, hanem egy valami fűti ezt a csőkígyót. Így sokkal drágább a boiler, de sokkal rosszabb a megoldás, mint a külső hőcserélős. Mi viszont ezt alkalmazzuk továbbra is a kiskazánoknál is. Tehát kiskazánoknál azt a megoldást alkalmazzuk, tulajdonképpen ezt, hogy itt van a kombikazán. A kombikazánban van egy kazántest, de van egy lemezes hőcserélő is, és a kazán küldi a primer energiát a lemezes hőcserélő 1-3-5 lemez közelébe, ott visszakeringteti a belső szivattyújával. A szekunder oldalon meg közben jön a hidegvíz, hidegvíz belemegy a 2-4-6 lemez közegbe, és melegvízként meg kijön. Mit csinálunk? Az ősi megoldást. Egy kazántest, egy külön szivattyúval fűt egy hőcserélőt, és ide rajzolom most akkor a tárolót. A tárolóhoz pedig mi a tároló aljából kiszívjuk a hidegvizet, most ez lett a hidegvíz, ide szivattyút rakunk, és a meleget, azt meg beküldjük, ezt most kikerélem, beküldjük a tárolóba. Azaz, egy kazántest fűt egy hőcserélőt, egy hőcserélő fűt egy tárolót, az ősi megoldás, mint a legjobb energetikai megoldás. Itt a hőcserélő, hiszen a kombiban benne van a hőcserélő, sőt a mostani K+ nevű kazánunkban olyan jó nagy hőcserélőt rak a gyár, hogy ha azt a kazánt átfolyósan használja valaki, akkor két csaptelepet lát el. Hogyha pedig ezt a módszert alkalmazza, tehát tárolót köt rá, akkor hihetetlen nagy melegvíztermelési módszer van, és sokkal gyorsabb, mint az indirekt boiler, mert nem egy csőkígyót fűtünk, hanem hőcserélőt, hőcserélő primer oldalán is keringés van, és a hőcserélő szekunder oldalán is keringés van, mert ott is a tárolóból egy külön szivattyúval kiszívjuk a vizet. Jó, tehát mi ezt alkalmazzuk, ez a hetes terminta, nem nyitom meg, nincs időm magyarázni róla, hiszen hőszivattyús képzés van, de itt meg lehet találni minden kombi kazánhoz 70 kW-ig. Mi ezt javasoljuk alkalmazni. Mert energetikailag sokkal jobb, még ezt hangsúlyozom még egyszer. Ja, nem mondtam, hogy kondenzációsan termeljük a melegvizet, bocsánat. Jó, hogy elkezdtem mondani. Mert ugye a kombi az a melegvíz termelésre is modulál. És amikor érzi, hogy 10 fokos ez a hidegvíz, és ki kell adni mondjuk a 45 fokot, akkor valahogy modulál, de lehet, hogy éppen 60/50-ben dolgozik a kazántest, és közben csöpög a kondenzvíz a kazánból. Már itt is kondenzációs üzemmódban dolgozik. De amikor a boiler felfűtődik, úgy fűtődik föl, hogy innen mindig adagoljuk be mondjuk a 45 fokot, a 45 fok az jön le, tehát úgy rétegtárolósan, attól függ, hogy hol küldöm be ezt a hőt, itt, vagy itt, általában úgy a tároló fele, vagy fölötte magasságban. Szóval jön a 45 fok lefele, tehát itt már nem 10 fok megy vissza a lemezes hőcserélőbe, tehát a hidegvíz csonkja, ez a kazán hidegvíz csonkja, ez meg a melegvíz csonkja. Tehát a hideg és melegvíz csonkot kötjük rá a tárolóra. Hanem egyszer csak itt már 13 fok megy vissza, aztán 18, aztán 24, aztán 32, aztán 40 fok megy vissza, aztán a 40 fokból kell a kazánnak 45 fokot készítenie. Képzeld el, hogy 40 fokból, hogy 45 fokot készítsen, mennyire le kell modulálni a kazán teljesítménynek. Ide nem rakhatsz ám akármilyen kazánt, ezt a hetes termintát nem alkalmazhatod, jaj, majdnem mondtam, konkurens rossz színben feltüntetendő versenytársat, rengeteg van ilyen sajnos, amely kazánok csak 6-7 kW-ig modulálnak le, tehát hogyha itt lenne a 24 kW, itt meg a nulla, akkor rengeteg kazán úgy működik, hogy bekapcsol 18 kW-tal, lemodulál 7 kW-ig, de mivel az sok, emellett előbb-utóbb lekapcsol, aztán megint bekapcsol 18 kW-tal, aztán lemodulál 7 kW-ig, aztán megint lekapcsol ki. Így működnek rengeteg a boiler felfűtés ciklusának vége fel, amikor már itt a 30-35-40 fokok mennek vissza, egyszerűen képtelen rengeteg kazán olyan kicsi teljesítményre lemodulálni. Ugyanúgy fűtésre is képtelen, meg melegvízre is, tehát azokhoz a kazánokhoz nem javaslom ezt a hetes termintát.
csak olyan kazánokhoz, amik nagyon jól le tudnak modulálni. Tehát oda akartam kiukadni, hogy kondenzációsan termeljük a melegvizet, közben a kazántest lehet, hogy éppen 60 fokos, 55 fokos előre menővel fűti ezt a lemezes hőcserélőt, és közben csöp-csöp-csöp, nem tudom, hogy kell rajzolni, csöpöket, csöpög a kondenzvíz, és így termeljük a melegvizet. Ez az egyik előny. A másik előny az, hogy nem lesz vízkőtömb, nincsen csőkígyó, ami vízkőtömbé áll, és egyre jobban lassítaná és rontaná a hőátadásokat. És a harmadik pedig az, hogy nem baj, hogyha közben nem nyitják ki a melegvízcsaptelepeket, nem áramlik be a hidegvíz, nem áramlik ki a melegvíz, és így nincs áramlás a hideg-melegvíz miatt a bojlertérben, mert van emiatt a szivattyú miatt. És a hőcserélőn történik a hőátdobás. A kazántest átdobja a hőt a hőcserélőbe szivattyúval, a hőcserélő meg átdobja a hőt másik szivattyúval a tárolóba. Tehát minden szempontból ez sokkal jobb melegvíztermelési megoldás, mint a belső csőkígyós. Ezért jöttem ide. De csak példának mutattam, hogy mindent így világos, logikus helyen lehet találni. Megyünk a hőszivattyúkba. Ide kattintok, hogy hőszivattyúk. Nézzük meg, mi is a különbség a kültéri-beltéri hőszivattyúk és a kompakt monoblokk hőszivattyúk között. Most éppen a honlapról megnyitottam, közben szünetben meg tudtam nézni, hogy gyors az internet. No, itt egy fal. Mondjuk itt egy kültéri, itt egy beltéri, a beltérinek itt van az előremenője, visszatérője. Ez a kültéri-beltéris hőszivattyús rendszer. És mondjuk itt van egy előremenő, egy visszatérő, egy szivattyú, meg egy mondjuk egy primer köri, vagy hőcserélő, vagy hidrikus váltó. Ha monoblokk, vagy kompakt, ki hogy szereti nevezni, akkor a kültéri meg a beltéri, ezt most így bekarikáznám, sőt, szivattyúval együtt. Ezzel együtt, amit itt körbekerítek, ez gyárilag mind bele van rakva ebbe. És itt van az előremenője, visszatérője. És már csak általában a primer kör kell megint vagy hőcserélővel, vagy hidrikus váltóval. Úgyhogy nem akarok átfutni az összes ilyen különbségen. A legfontosabbat azért meg szeretném jegyezni, már csak azért is, mert elég sok ilyen kültéri-beltéri gép kompresszora már tönkrement. És az mitől tud például tönkremenni? Ugye amikor kültéri-beltérit szerel valaki, akkor először is az hűtőgáz oldalról nem zárt. Tehát a legtöbb géphez évenként elő van írva a klímavédelmi hatóság által a szivárgás mentesség vizsgálat, hogy a hűtőgáz elszökik-e. Mint az autóklímából is néha elszökik, innen is elszökhet, hiszen a helyszínen szerelnek hűtőgázt. Miért szerelnek a helyszínen? Hát azért, hát mert itt látszik a képen, külön vesz valaki egy kültéri dobozt, külön vesz egy beltéri dobozt. És kell hívni egy klímavédelmi hatóság által felhatalmazott hűtőgázos szerelőt, aki összecsövezi hűtőgázcsövekkel, speciális részcső, ez nem fűtéscső, nem vízcső, speciális részcsövekkel ezt a két készüléket, ezért fizetni kell neki. Aztán 30 bárra nyomást próbáznia kell, az egyszerű vízgázfűtésnek nincs 30 báros nyomáspróbázó készüléke, ez is speciális berendezésrendszer, 30 bárra nyomáspróbázza a megszerelt csőrendszerét. Aztán 4 órán keresztül vákumoznia kell, na itt már jönnek bajok, mert hogyha a hűtőgázos szerelő, ugye van ilyen, meg olyan minőségű szerelő is, úgy gondolja, hogy nem kell 4 órán keresztül vákumozni ezeket a csöveket, elég az a másfél óra is szívja szívé, és akkor már üresek, meg kitisztultak azok a csövek, nincs benne semmi. A valóság meg az, hogy képzeld el, hogy úgy szerel, lemegy a kocsijához, előhoz belőle néhány részcsövet, fölviszi a házba, de egyébként hideg van, hideg a részcső. Hideg a részcső külső felület és meg első felület, és beviszi a házba, ahol meg párásabb a levegő, és azonnal, ha bemegyek egy télen egy ilyen helyiségre, azonnal párral a csapódás a szemüvegem, pár percig nem látok semmit. Ott is az történik, a részcső belső felületére, belül a részcsőben levegő van, lecsapódik a pára. Amikor vákumozza, ha nem vákumozza ki rendesen, azt mondja, minek azt 4 órán keresztül, elég a másfél óra, akkor esetleg vízhártyák maradnak a részcső belsében, a lecsapódott pára. És majd amikor föltölti hűtőgázzal és beindítja a gépet, és a kompresszor meg nedvességet kap, az egyszer csak tönkre megy, mert nem kaphat a kompresszor hűtőgáz oldalról nedvességet. Mindez ezekben a gépekben, a kompakt monoblokk gépekben, az, hogy kültéri-beltéri összerakták,
összecsövezték, 30 bellar nyomást próbázták, 4 órán keresztül ténylegesen vákumozták, totál tiszta, és ezt még fel kell tölteni hűtőgázzal, ezt is, de ezt mind gyárilag elvégezték. Ez gyári üzemi körülmények között, itt meg itt, helyszínen, nyáron, vagy ősszel, vagy tavasszal, vagy egyebek. Igen, beszélek arról is, így van, mondom azokat a különbségeket is, a fagyvédelme az más lesz, így van. Előremenője, visszatérője mind a kettőnek van, primer kör általában mind a kettőhöz kell, beszéltem egy csomó versenytárssal, ők is mondták, hogy a legnagyobb hibák arról abból vannak, hogy nincsenek meg a megfelelő térfogat áramok, amiket kivisznek az előremenőből és visszaküldenek a visszatérőbe, és ebből nagyon sok hiba van, tehát gyakorlatilag primer kört kéne készíteni. Aztán általában, amikor megvette valaki a kültéri-beltéri dobozt, akkor a beltériben elég sokszor szivattyú sincs, és a szivattyút is meg kell venni. A hűtőgázszerelőnek fizet még 200-valahány ezer forintot, a szivattyúért még 40 ezer forintot, így jut oda, hogy ilyen kompakt gépe lesz. Tehát ezt meg azért mondom el, a Magyarországon mindig körtét hasonlítanak almával. A megrendelő kér tőlünk egy árat. És akkor azt mondja, hogy hát kapott árat kültéri-beltérire, és mondjuk az olcsóbb. És akkor persze el kell neki magyarázni, de hát már unom az összeset, hogy a megrendelő nem felkészült, az még egy dolog, de hogy a szerelő sem, hogy a körtét hasonlít álmával, tessék ezt mind hozzáadni, egy kültéri, beltéri, hűtőgázos szerelő, csővezetékek, csőhíjak, 30 báros nyomáspróba, 4 órán keresztül vákumozás, és hűtőgázzal feltölteni, és még ugye ez kb. 200 ezer forint, ehhez ezt hozzáadni, meg még a 40 ezer forintos szivattyút is, még egyszer bekarikázom, ezt mind összeadni, és ez mindben van ebbe. Így kell összehasonlítani az árakat, a fagyvédelem még különbség, még mondani fogom, természetesen. Ha már a fagyvédelemnél tartunk, nem ezt a fagyvédelmet javaslom, de azért mutatom, hogy kép azért legyen róla, lehet alkalmazni, én nem javaslom szinte soha, de azért mutatom az önszabályozó fagyvédelmi kábeleket, egy külső hőmérséklet érzékelő, meg mondjuk 10 watt per méterrel melegíti a kábel magát, meg mondjuk a csöveket, hogyha a kábel a csövek alatt megy el, és közben csőhiaszták a csöveket. Majd erről fogok beszélni. Nézzük meg a COP értékeket. Van itt 3 COP táblázat, ez a kis gépeké. Hát, hogy miért nevezik úgy, hogy 70-es, pont 160-as gépek, az a 7 kW, 16 kW-os gép. Most nem ezt akarom megnyitni, mert direkt össze akarom hasonlítani a COP és kilowatt értékeket a standard gépeknél, és az IV, tehát a gőzbefecskendezős gépeknél. Megnyitok egy ilyen COP táblázatot. Tudom, hogy messziről nem látszik, közelről is nehezen, úgyhogy majd mindjárt mondani fogom a lényeget, meg egy másik táblázatba átírtam. Az a lényeg, hogy nem görbéket adunk, tehát nem COP görbéket adunk, azért, mert az elején még adtunk görbéket, de csak pár hónapig, és hamar rájöttünk arra, hogy hát a szakemberek se tudják kezelni a COP görbéket, úgyhogy hagyjuk, inkább táblázatot adunk, ez totálisan világos. Itt a táblázatban az van meg, hogy mondjuk HP, mint heat pump, hőszivattyú, az 500-as, az az 50 kW-os, ez az 50 kW-os hőszivattyúhoz tartozó adatok. Itt van az, hogy mondjuk mínusz 15 fok, mínusz 7 fok, plusz 7 fok, stb. Hány fokban nézzük. Itt meg az, hogy mondjuk 35 fokos előremenőnél. Itt meg mondjuk, hogy 55 fokos előremenőnél. És mindig megadják a leadott teljesítményt, felvett teljesítményt, meg a COP-t. Na például egy 50 kW-os gép plusz 7 Celsius fokos külső hőmérsékletnél, ez kb. 49 kW-ot tud. Hát azért 50-esnek nevezik, és eljutottam az egyik rendkívüli lényegeshez. Hányszor van ilyen, hogy égnek áll a hajunk, hogy jön a tervezőtől, mert akkor tényleg égnek áll a hajam, hát a szerelőktől már szinte gyakori, hogy még mindig nem tudják, hogy hogy kell, még azt sem, hogy áratot kérni, mert jön a kérés, hogy na, adjunk ajánlatot, kell, mit tudom én, mindegy, most milyen számot mondok, 100 kW-os hőszivattyú. És akkor égnek áll a hajunk, hogy és akkor most mire adjunk ajánlatot? Én nem lehet árajatot adni. Egy komolytalan cég persze ad ajánlatot 100 kW-os hőszivattyúra, de mi nem tudunk kazánra könnyű áratot adni. Ha kell 100 kW-os, lehet, hogy 4 kazánfélét tudunk adni, aztán válogasson valaki, hogy most melyik kazán kell neki. Hőszivattyúnál azért nem tudunk,
Mert az, hogy 100 kW, az azért nem elég, mert azt kell tudni, hogy mínusz hány fokig akarja használni ezt a hőszivattyút, csak mínusz 3 fokig, vagy mínusz 15 fokban is a hőszivattyúval akar fűteni. Ez borzasztó nagy különbség, mert a mínusz 15 fokos levegőből sokkal kevesebb hőenergiát tudunk fölvenni, mint a mínusz 3-asból. A másik meg az, hogy milyen előre menő hőmérséklettel, elég csak 30 fok, mert padlófűtőcsövek, vagy falban lévő csövek, vagy mennyezetben lévő csövek vannak. Vagy 55 fok kell, mert radiátoroknak kell fűteni. Ez borzasztó nagy különbség. Meg fogjuk nézni, hogy ez a gép mínusz 15 fokban, 55 fokos előre menőnél, mutatom egy másik táblázatban, csak 22 kW-ot tud. Itt meg ugye 50-et tudott. Tehát nem olyan, mint egy kazán. Hogy egy kazánra azt mondjuk, hogy az 24 kW-os, az mindegy, hogy ősz van, vagy tavasz van, vagy tél, az mindig tudja 24 kW-ot. A hőszivattyú nem. A levegővíz hőszivattyú. Az nem. Tehát jegyezzük meg ezt a számot, hogy ez a gép, a standard gép, mínusz 15 fokban, 55 fokos előre menőnél ezt a kb. 22 kW-ot tudta. Megnézzük a másik COP táblázatot. Persze ebben, hogyha lapozok lefele, azért azt mutatom, hogy benne vannak a hűtéstechnikai táblázatok is, tehát itt meg lehet nézni azt is, hogy hány fokos hűvössel, nyáron, mit tudom, 35 fokos melegben, hány kilowatt a hűtési teljesítménye, stb. Egyéb tényezői. Amikor itt van ez az IV, injekciona vapore, tehát ez a gőzbefeskendezős gép, plusz 7 fokban ugyanaz, plusz 7 fokban 35 foknál ugyanúgy kb. 49 kW-ot tud. Ja, hát ha még azt sem mondtam volna. Amikor egy hőszivattyúról azt mondjuk, hogy 50-es, akkor az 50 kW, akkor, ha kint plusz 7 Celsius fokos száraz levegő van, amilyen nincs is sose, és 35 fokos előre menőt termel. Mert ez a szabvány. Mindenki, minden gyártó erre adja meg. Mert hogy valahogy össze lehessen hasonlítani a versenytársakat. De azt nem azt jelenti, hogy a hőszivattyú ennyit tud. Mármint tud. Plusz 7 fokban 35 fokos előremelő ennyit tud. Na de hát nem plusz 7 fokban kéne csak fűteni. Hanem mínusz 2-ben is, meg lehet, hogy mínusz 15-ben is, meg lehet, hogy akkor már nem 35 fokkal, hanem még melegebbel. Ha itt is megnézem, hogy mínusz, ja igen, ez a gőzbefeskentezős gép, ez mínusz 25 fokig is tud működni, tehát mínusz 25 fokban is fűt valamennyire, majd az adatokat meg lehet nézni, de nézzük, mínusz 15 foknál és 55 fokos előre menőnél 37 kW-ot fog tudni, míg az előző 22-t tudott. Hogy össze lehessen hasonlítani, most nyitom meg ezt, amit itt direkt külön elkészítettem, hogy ez látható legyen. Tehát, közben ide fölírtam, hogy a kisgép, a 16 kW-os kisgép például az 15 kW-ot tud, 4,4 a COP-je, plusz 7 fokban, 35 fokos előremenőnél. Az 500-as gép, tehát az 50-es, 49 kW-ot, a gőzbefecskendezős is kb. Annyit, de nézzük meg itt, erről beszéljünk. Hogy mínusz 15 fokban, és mondjuk 55 fokos előremenőnél. A standard gép, az kb. Mondtam a 22 kW-ot tud, és 1,25 a COP-je, a gőzbefeskendezős gép, az pedig 37 kW-ot tud. Tehát nem 2-3-4 százalékkal többet, hanem sokkal többet, és 1,6 még sokkal jobb a COP-je is. Nézzük meg, hogy ezt hogyan csinálja a gőzbefeskendezős cég. Anett, gyere, légy szíves, mert majd te fogsz léptetni. A Dömötör Anette a cégben őszervezte nektek itt az előadást, ő szokott ilyeneket szervezni. Ő ilyen titkárnő, meg gazdaság is, meg elég sok minden a cégben, meg a párom is. No, így van. Tehát ez egy hűtőgép, ez a hőszivattyú, a következő képet hoz, légy szíves. Hűtőgép, mint kék nyilakkal a hűtés. Mint minden hűtőgépben, most ide megyek, ez egy hűtőgép lesz. Itt egy hűtőgép. A hűtőgép is elvileg egy hőszivattyú, a hőszivattyú is egy hűtőgép. Hogyha otthon valaki oda megy a hűtőgéphez, ha most kinyitod a hűtőgép ajtaját, és benyúlsz hátra, megfogod azt a hideg felületet, az a hőcserélő, ami majd a hideget okozza. Hogyha pedig odamész a hűtőgép mögé,
és ott megfogd azt a sok-sok rácsot, vagy csövet és rácsot és lamellát és egyebek, az meg bizony forró, az meg fűt. Meg még kompresszor is van a hűtőgépben. Na ez is ilyen. Tehát most majd tudod követni, itt a kompresszor, megy a hűtő anyag ebbe az irányba, először elmegy egy ventilátoros hőcserélőhöz, ez az igazi hűtőgépeknél nincs ventilátor, hanem a hűtőgépek mögött van az a csomó cső és lamella, és csak egy gravitációs légáramlat, ami próbálja elvinni azt a hőt, ami a hűtőgép mögött, amit ő termel. Itt viszont, hogy sok hőt elvigyünk, itt komoly ventilátorok átszívnak levegőt ezeken a hőcserélőken, és így működtetjük. Közben a hűtőanyag tovább megy, folytószelepeken keresztül bemegy a másik hőcserélőbe, ami ott a hűtőgépen belül a belső hőcserélő, ami hideget csinálja. Itt most a hőszivattyúknál jön a visszatérő, és azt lehűti, és hűvösebb előre menővel, keringtető szivattyúval küldi mondjuk a 7 fokot a fennkulokba, vagy a 18 fokot a mennyezeti csövekbe, vagy a fali csövekbe, tehát mennyezethűtés, falhűtés, és utána megy vissza egy 4-járatú szelepen keresztül, folyadékleválasztókon keresztül, stb. Megy vissza a hűtőközeg a kompresszorhoz. Az a lényeg, hogy mindig van, mint egy hűtőgépen van kompresszor, van egy hőcserélő, ez a hűtőgép mögött volt, ami forró volt, van egy másik, ami hűvösít, itt ez a hőcserélő, és közben van valami folytószelep, adagoló szelep, és ez a körfolyamat játszódik. A négyjáratú szelep azért van benne, most jön az előző ábra, hogy piros nyilak vannak, ez ugyanaz a gép, minden alkatrész ugyanaz, csak a négyjáratú szelep egy kicsit más irányba vitte, a kompresszor, amit nyom, most előbb ebbe a hőcserélőbe megy, és a folytószelepeken keresztül a másik hőcserélőbe, és a négyjáratú szelepen vissza. Jó, most kettővel előbbre. Jó, így néz ki ez a nagy gép, hogyha belül az alaplemezt nézzük, 1x1x20-as alaplemez itt van, az alaplemezen itt van például a kompresszor, itt van az a négyjáratú szelep, ami megoldja azt, hogy most hűtés vagy fűtés, a hűtőközeg iránya jó legyen. Itt van az a hőcserélő, ami vagy a hűvöset, vagy a vizet melegíti a fűtés fele, tehát a gáz-víz hőcserélő. Aztán itt van a keringtető szivattyú, itt vannak itt folyadékleválasztók, ott van az elektronikus szelep, folytószelep, menjünk tovább. Nem ezen fogom megmutatni a gőzbefecskendezős megoldást, mert itt is, most mondhatom, hogy ez a gyár, és itt is vannak marketingesek, és úgy raknak össze dolgokat, ahogy ne lehessen elmagyarázni, mert itt van a hűtőgép folyamat ábrája, a hőmérséklet emelkedik, a nyomás emelkedik ezen a diagramon, és közben, hogy milyen utat tesz meg a hűtőgáz, hogy működik, és közben úgy rajzolták ide nekem a kompresszort, hogy itt komprimál, nő a nyomás, itt megyünk fölfelé a nyomáson, de nem ide rajzolták a kompresszort, hogy ide, hogy minden el legyen forgatva egy kicsit odébb, úgyhogy ezt ragd le, légy szíves, és nyisd meg a következő PDF-et. Na, most úgy van oda rajzolva, hogy itt a kompresszor, egyik hőcserélő folytószelep, másik hőcserélő. Tehát a normál hűtőgép és normál hőszivattyú az ez lenne, hogy amit itt most próbálok a kezemmel letakarni, ez itt nincs. Csak kompresszor egyik hőcserélő, folytószelep másik hőcserélő. És akkor annak a hűtőgázos folyamata az lenne, hogy a kompresszor nyom, nő a nyomás, aztán bemegyünk egy hőcserélőbe, maga a hűtőközeg hőmérséklete csökken, mondjuk addig. Utána átmegyünk a folytószelepen, és a hűtőközegnek a nyomása, nyomás megy lefele, nyomása csökken, mert folytószelepen megyek át, és átmegyek egy másik hőcserélőn, ott pedig a hőmérséklet vissza, ebbe a pontba visszértünk. Tehát ez egy normál hőszivattyú által, a hűtőközeg által megtett útnak a jelzése, és a bezárt terület, amit bezár ez a vonal, amit megtett a hűtőgáz, az arányos a leadott teljesítménnyel. Na most, hogy gőzbefecskendezősé tegyék a kompresszort, a következét rakták. Beraktak pluszban egy darab hőcserélőt, és beraktak egy vékony kapillár csövet, egy kis mikropicike folytószeleppel, és ez a kapillár cső ellenirányban átmegy ezen a hőcserélőn, és a kompresszornak harmadik csonkja van, és ide gőzbefecskendeznek. Hogyan? Úgy, hogy itt, ahogy jön a hűtőközeg,
a hűtőközlegnek az óriási nagy része erre megy, átmegy a hőcserélőn. Ugyanennek a hűtőközlegnek egy nagyon pici pár százalékos részét ezen a kapillárcsövön ellenáramban, ugyanezen a hőcserélőn ellenáramban átengedik, de a sok közeg ezt a pici közeget elgőzölögteti. Tehát a közeg óriási nagy része elgőzölögteti ugyanazon közeg pici részét, és itt gőzbefecskendezést kap a kompresszor. És mivel a kompresszor gőzbefecskendezést kap, emiatt a kompresszor nyomása nem eddig megy, hanem közben úgy nagyjából félmagasság környékén gőzbefecskendezést kap, még följebb megy a nyomása, utána megy abba a hőcserélőbe, és csökken a hőmérséklet addig, aztán átmegyünk a folytószelepen, és csökken a nyomása, aztán átmegyünk a másik hőcserélőn, és visszaértünk, de így a vonal által bezárt terület sokkal nagyobb, tehát a hőteljesítmény, meg egyáltalán energiamennyiség, de most főleg hőoldalról, hiszen a gőzbefecskendezős, amikor egyre hidegebb van, az magától majd bekapcsolódik, egyre nagyobb teljesítményt tud a gép. Így történik meg az, hogy míg egy standard gép csak mondjuk 22 kW-ot tudott, mínusz 15 foknál, plusz 55 fok előre menőnél, addig egy gőzbefecskendezős gép az meg 37 kW-ot tud, szintén mínusz 15 foknál. Ezen a képen, igen, az látszik, hogy a 35-ös meg az 50 kW-os gépekben kettő kompresszor van. Ez nagyon fontos, ugyanis, hát ahogy mondtam, a leggyakoribb gépünk az 50-es, és abból vesznek egyre többet egymás körül elhelyezve. És nem úgy van, mint a versenytársaknál, hogy mondjuk úgy van benne két kompresszor, hogy az egyik fix 25 kW-os, a másik meg modulál. Mert akkor az lenne, hogy mondjuk 11 néhány kilovatton menne a modulációs kompresszor, a fix az állna. Aztán 22 kilovatton is még a modulációs menne, ez állna. Aztán 30 kilovatton bekapcsolják a fix 25-öset, és mellé moduláltatnak még pár kilovattot a modulációsból. Igen ám, de akkor a modulációs kompresszor mindig járna, és csak néha a fix. Nálunk mind a kettő modulációs, inverteres, elektronikus, ez mind kb. Ugyanazt jelenti. Tehát amikor elég az egyik, akkor csak egyik működik, később majd a másik az üzemidőt figyelik, tehát úgy fognak működni, hogy hosszú távon egyforma üzemidővel működnek, amikor meg nagy hideg van, és mind a kettő kell, akkor persze mind a kettő fog működni. Tehát mind a 35-ös, mind az 50-es gépekben két Mitsubishi Scroll kompresszor van. És itt van az a plusz hőcserélő. Hát én látom, itt van a keringtető szivattyú, itt van az a nagy hőcserélő, a gázvíz hőcserélő, ami eredetileg a standard gépekben van, és itt van az a plusz hőcserélő, amin a hűtőközeg nagy részét átáramoltatják, ellenirányban meg kapillárcsövön ugyanazon hűtőközeg kis részét, hogy abból gőz csináljanak, és gőzfecskendezzenek be a kompresszorba. Következő. A beltéri. Ugye amikor kültéri, beltérit használ valaki, akkor mondjuk falon kívül kint van egy kültéri, és a beltérben pedig van az a beltéri, amiben benne van a gáz-víz hőcserélő. Ez egy svéd SWEP, direkt erre szabadalmaztatott gáz-víz hőcserélő. Felhívom a figyelmet arra, hogy itt megy a hűtőgáz, ezek a vöröses színek. A víz, vagy néha fagyálós víz, néha víz, majd ezekről még beszélek, az meg dupla járatokban megy, azért, hogy ne legyen olyan nagy az ellenállás, hiszen azt már mondtuk, hogy mondjuk egy 16-os gép, az kb. 80 kW-osnak minősül, ha térfogatáramokat nézzük, tehát írtózatos nagy folyadék, víz vagy fagyálós folyadék térfogatáram megy át a lemezes hőcserélőn, tehát ez egy, nem egy olyan lemezes hőcserélő, mint amit padlófűtéshez használtok, vagy úgy normálban a gépészetben használtok. Na most a probléma az lehet, és sajnos van is, úgyhogy tessék figyelni. Van olyan, hát hogy mondjam, néha Japán, néha nem, néha távol-keleti, néha akármilyen hőszivattyú, amit megvesztek, és megveszed azt, hogy X márka, és kapsz egy X márka kültérit, és úgymond azt hiszed, hogy X márka a beltéri is, de a beltéri nem az. A beltéri attól függ, hogy melyik kereskedőtől veszed, a beltériben némelyikben ilyen hőcserélő van, a másikban olyan hőcserélő, a harmadikban olyan hőcserélő, tehát azt kell mondjam, hogy még az is előfordul, én nem mondom ki, és ne is mondják ki, aki az úr beszélt velem a szünetben, annál a konkrét márkánál is nagyon gyakran, hogy a beltéri nem az, nem az a márka.
csak egy valami. Úgyhogy erre tessék figyelni, hogy még a kültéri-beltéri gépeknél még ez is előfordul. Egy kompakt gépnél ez nem tud előfordulni, egy kompakt gép van, egy gyárból jön, és kész, menjünk tovább. Aha. Ismét a belső csőkígyós boiler, hogy minél többet beszéljek ez ellen, hogy nehogy ilyeneket használjatok. Nálunk is az a baj, hogy ha valaki fölmegy az árjegyzékben, van boiler árjegyzék, puffer árjegyzék, szóval van a tárolók árjegyzéke, és ott találsz hőszivattyús boilert. Amely hőszivattyús boiler úgy néz ki, de azt sem javaslom senkinek, tehát ha máshonnan vesztek úgynevezett hőszivattyús boilert, ami úgy néz ki, hogy itt a boiler, és akkor van egy csőkígyó, hát hogy rajzoljam, szóval így, de közben ez a cső itt belül megoszlik, és pár centivel beljebb van egy másik csőkígyó. Tehát fölülnézetbe kettőt látsz, itt is van, meg mondjuk itt is, így fölülnézetbe nézve itt is, meg itt is csőkígyó futna, hogy jó nagy csőkígyó felület legyen, hiszen a hőszivattyú mégsem 80 fokkal fűti, hanem csak 50-valahány fokkal. Na, ide lerajzoltak, vagy hát lefotóztak egy ilyet. Itt is így van, ez a külső csőkígyó, ez meg belül benne egy másik csőkígyó, jó hatalmas a felülete. És írják is, ezt 80/60-nal fűtöd, és áramlás van a tárlótérben, tehát áramlás van, akkor ez 90 kW-os ez a hőcserélő. Oké, de ha a hőszivattyúval fűtöd csak 55 fokkal, már csak 15 kW-os. És ha nincs áramlás a térben, a boiler térben, akkor meg ugye már bizonyítottam a nap elején többször, hogy pár kilovattos lesz. Tehát ez az egyik hátránya. A másik hátránya az, hogy ha ez boiler, akkor a csőkígyó körül egy viszkőtömb lesz előbb-utóbb. Mert állandóan cserélődik a víz viszkővel, és a viszkő rá fog ülni ezekre a csőkígyókra, és a viszkőtömb miatt egyre rosszabb lesz a hőátadás, alig tudunk fűteni, és nehéz leszedni a viszkőtömböt arról a csőkígyóról bent a boiler téren belül. A harmadik, az pedig majd jön még a hőszivattyúknál, hogy ez belülről sima acél. Rozsdás acélcső, ami korrózió miatt iszapok, korróziós termékek keletkeznek, ami a visszatérőben megy majd vissza a hőszivattyú felé, a gáz-víz hőcserélő vízoldala fele, és a koszosság okoz-e problémát, és bizony okoz. Tehát vannak ilyen hőszivattyús boilerek, nálunk is vannak az árlistában, mert a tárolósok küldik, de ha van időm, akkor megpróbálom lebeszélni a megrendelőt róla, ha nincs, akkor vegyen, amilyet akar. Fönt van a terv, mint a itt vannak a képzések, elmondjuk sokszor, hogy milyen szerelőbe fut bele megrendelő, hát erre meg azt szoktam mondani, nagyon sajnálom a mai megrendelőket. Milyen tervezőbe fut bele, milyen szerelőbe, és mennyi a Jani szerelő, aki azt hiszi, hogy tud mindent. Egyébként meg arról sincs fogalma, hogy mit kéne tudnia. Rengetegen így vannak, hát emiatt sajnálom a megrendelőket. Remélem, hogy aki itt van, az jobban tájékoztatja a megrendelőt, és ha a megrendelőnek elmondjuk, hogy van külső hőcserélő, szivattyús, üres tárolós megoldás, mennyibe kerül, meg van ilyen is, és lehet, hogy ez olcsóbb, és ő ezek után, hogy elmondtad, hogy ez viszkőtöm tud lenni, ebből rozsda fog menni a hőszivattyú felé, visszafele, plusz amikor itt áll a víz, akkor ez pár kilovattos, és emiatt a hőszivattyú jó sokáig rossz COP-kkel esetleg hidegben erőlködve és próbálja fűteni a boilert, de a pár kilovattos hőcserélő miatt túl sokáig tart ez. Ezeket a hátrányokat mind elmondod, és mégis az olcsót választja, akkor lesz olyan is. De legalább te megtetted azt, hogy tájékoztattad a megrendelőt, hogy van jobb, ezért jobb, meg ezért jobb, meg azért jobb, és hidd el, hogy vannak többen is, akik a jobbat fogják választani. Ezt kéne tenni. Jó, menjünk tovább. A fűtési görbe. Például, ha 0.10 volttal vezérled a hőszivattyút, lehet vezérlelni a hőszivattyút on-off szobatermosztáttal is, mindegyiket. Tehát bármelyik hőszivattyunk tudja fogadni az on-off jeleket is, hogy on, menjél. És akkor beprogramozott fűtési görbe szerint, vagy a nyári hűtési görbe szerint működik. Vagy lehet adni neki 0.10 voltos jeleket, meg módbusz jeleket is. Ha például a 0.10 voltot adják,
akkor a szervizes, aki oda megy, az olyat programoz be, hogy mondjuk a hőszivattyú maximum előre menője legyen 43 fok, a minimum 37 fok, és ha 5 voltot kap, akkor ennek a középértékét játsza. Ha több voltot kap, akkor úgy fölfele megy az előre menő, ha kevesebbet lefele megy az előre menő. Ahová ki akarok lyukadni, az például az, hogy terveken nem szoktam látni. Tervezők, igenis hiba, ha nem írjátok rá. Képzeld el azt, hogy készül egy terv, ott egy hőszivattyú. Hogy milyen márka, meg hány kilovattos, aztán majd megy a szervizes. És akkor tudod, mi van? Oda megy a szervizes, és akkor azt mondja, hogy na, akkor most be kéne programozni ezt a hőszivattyút, és kérdezi a megrendelőtől, hogy na és milyen fűtési görbét programozzak be. Megrendelő, mi az, hogy fűtési görbe? Ki mondja meg neki? Nincs odaírva. A tervező tervezett valamit. Ő tudja, hogy milyen mennyezet fűtést tervezett, annak hány fokos előre menő kell, hidegben mennyi, amikor még ősszel is kell fűteni, elég neki mondjuk a 37 fok. Tessék megadni. Tehát a tervezőknek oda kellene írni, hogy mondjuk mínusz 15 fokban 43 fokot tudjon az a hőszivattyú, őszi melegben meg még kell fűteni, mondjuk elég a 37. Akkor van mit beprogramozni. Ha nincs odaírva, akkor a szervizes a hasárőt, meg beszélget a megrendelő, és valamit beprogramoznak. Mit? Minél nagyobb Celsius fokot, nem baj, ha többet fogyaszt emiatt a hőszivattyú, nem baj, ha rosszabbak lesznek a COP értékek. A COP, CO mint koeficiens, P mint teljesítményre vonatkozó, ugye a COP mondja meg azt, hogy mennyit termel a hőszivattyú, és mennyi energiát vesz fel az áramból. Ennyit termel, ennyit vesz fel, a termeltet elosztjuk a felvettel, az a COP. Tehát amikor a COP-je az volt a hőszivattyúnak, hogy mondjuk 4,4 a plusz 7 fokban 35 foknál, akkor az azt jelenti, hogy 4,4 egységnyi hőt termel, de csak egy egységnyi energiát vesz fel az áramtól, mert a többit a levegőből szedi. De télen, ugye, mondjuk 1,6 volt, mínusz 15 fokban, plusz 55 fok előre menővel a gőzbe feskendezős gépé. Átlagban van sokfajta, mondjuk COP3-as átlag az elég gyakori, úgy egész térre vonatkozóan. Szóval oda akarok kiukadni, hogy nyilván vannak fűtési-hűtési görbék, de a szervizes honnan tudná, hogy mit kéne beprogramozni? Igenis, a tervezők írják rá a tervekre, meg még a műszaki leírásba is. Kazánoknál is oda kellene egyébként írni, csak az, hogy egy kondenzációs kazánnál nem írják oda, és megbeszélik a kuncsavtal, már a szerelők azért nagyjából tudnak ennyit, hogy mekkora radiátorok vannak, elég a 65 fok hideg télen, vagy padlófűtés van elég, amit tudom én, a 35 fokot már úgy kapizsgálják, hogy már mint a szervizesek, hogy mit kell beprogramozni, de hőszivattyúnál itt nagyon nagy különbségek lennének. Jöjjön a következő. Ezt is érdemes tudni, hogy a hőszivattyún belül a keringtető szivattyú, ami benne van a gépen belül, a keringtető szivattyú úgy van beállítva gyárilag, hogy 85%-ig tud lemodulálni a saját belső vezérlése alapján. Lejjebb nem. Azért nem, mert hogyha olyan kicsire levinni a fordulatát, akkor nem tudjuk elvinni az energiát, amit ott a kompresszor meg ventilátorok együtt ott összedolgozva termelnének. Tehát azt kell mondjam, hogy a hőszivattyúk jó nagy térfogatáramokkal működnek. Olyan eset is volt már, hogyha a szerelő kicsit nagy ellenállású primert költ szerelt, akkor a szervizesnek ezt a 85%-ot vissza kellett állítani 100-ra, hogy a keringtető szivattyú sosem moduláljon le, menjen fix jó nagy térfogatárammal, mert vagy túl hosszú a primerkör, vagy szóval nagy ellenállású, és a szivattyú tudásának olyan nagynak kéne lenni, hogy ne moduláljon le. Következő. Aha. Minden gépünkben, a kicsitől a nagyik, bármelyikbe, be lehet programozni két fajta fűtési előremenőt is, és két fajta hűtési előremenőt is. Most a hűtését mondom el inkább, hogy miért. Például be lehet programozni neki, hogy az egyik hűtési előremenő 7 fokos, a másik hűtési előremenő meg 18 fokos. Na most egy gépből egyszerre egy pillanatban csak egyfajta előremenő jön ki. Igen, de meg lehet oldani azt, hogy egy kis nedvesség páratartalom érzékelővel együtt meg lehet oldani azt, hogy a családi házban mondjuk van néhány fenkol, tehát mondjuk radiátoros fűtés volt, de mondjuk akarnak fűteni 2-3 helyiséget, 3 helyiségben a radiátorokat lecserélik fenkolra, ventilátoros klímakonvektorokra. És akkor nyáron azokat a fenkolokat tudjuk hűteni, mondjuk 7-8-9
fokos előremenőkkel. De van padlófűtés is. A 7 fokot nem küldhetem be a padlócsövekbe, mert annyira lehűtöm a padlót, hogy páralecsapódás lesz. Aztán majd penészesedés is jön a padlón, meg ott megy az emberke, és elcsúszik, hanyadvágódik a sikos nedvesen, és akkor meg balesetet okoz a tervező vagy a szerelő ezzel. Tehát a padló fűtőcsövekbe nem engedhetek be ilyen hűvösset, de a 18 fokot beengedhetem, és egy picit lehet hűteni. Nem ez az igazi hűtés természetesen, mert hűteni földről kéne, tehát mennyezett hűtés, mert a hűvös úgyis lefele száll. Az lenne legjobb, padló fűtés és mennyezett hűtés, szerintem ez az egyik legjobb kategória. De meg lehet oldani egy-egy családi házban, ahol padlófűtő csövek is vannak, hogy néha 7 fokot kapnak a fenkolok, néha meg a másik hűtési 18 fokos előremenőt kapják a padlócsövek. Következő. Ezen gyorsan végfutunk, de azért jó tudni ezeket. Vannak itt ilyen különböző paraméterek, amit a szervizes beprogramozhat. Az a lényeg, hogy a gépünkből, ha az elektromos vezetékeket bekötik hozzá, akkor mindegyik gépünkből tudjuk vezérelni a boilerben is, hogy a boilerben bekapcsolódjon-e egy fűtőpatron vagy sem, vagy a kazán ráfűtsen a boilerre vagy sem, vagy puffer, hogy a pufferben is van elektromos fűtőpatron, az is bekapcsolódjon-e, vagy a kazán ráfűtsen a pufferre. És ennek mind meg lehet adni a sorrendjét. Melyik legyen, melyik nem, előbb melyik kapcsoljon be, előbb a kazán a boilerre, utána mit tudom én, a fűtőpatron a pufferre, bármilyen sorrendet meg lehet adni. Ezt azért jó tudni, mert amikor valaki tervez vagy szerel, akkor ezeket lehet használni, hát kazán elég sokszor ráfűthet ezekre a dolgokra. Néha meg fűtőpatronok is vannak a boilerekben gyakran. Menjünk tovább. Igen, ezek mind ezeket a prioritásokat mutatják, még tovább, meg hová kell kötni a vezetékeket. Igen, meg hogy a kazán van, előbb inkább a kazán kapcsolódjon be, utána a fűtőpatron, vagy fordítva. Ezek mind inkább a szervizeseknek szóló dolgok, de azért raktam ide fel, tehát azért vetítem, hogy lehessen tudni, hogy ezeket mind a gépből meg lehet oldani. Még tovább. Na, ez fontos. A szervizképzésen a szervizesek egésznapos képzéséről szóló PDF, és azért csak néhány oldalt mutatok. No, bivalencia pont vagy bivalencia sáv, nálunk már nem bivalencia pont van. Mi az, hogy bivalencia pont? Mindig kitalálnak valami olyan szót, hogy ne értse senki. Szóval a bivalencia pont, itt van. Külső hőmérsékletről beszélünk. Itt vannak a mínusz 10, mínusz 15 fokok, itt meg a még mindig külső hőmérséklet, plusz 5, plusz 10, bármi. Szóval a bivalencia pont, az mondjuk most azt mondom, hogy ide rakom mínusz 3. Ha valaki azt mondja, hogy mínusz 3 a bivalencia pont annál a háznál, annál a hőszivattyúnál, az azt jelenti, hogy mínusz 3 foknál, ha melegebb van odakint, akkor a hőszivattyúval fűt, ha mínusz 3-nál hidegebb van odakint, akkor meg a kazán. Ezt már elég sokan ismerik, hogy ha meleg van a hőszivattyú, ha túl hideg van, akkor a kazán. Na de nálunk nem ilyen bivalencia, igaziból bivalencia vonalnak hívnám, jó, bivalencia pont, bivalencia vonal, hanem már nagyon régóta bivalencia sáv van. Vegyük úgy, hogy meg lehet adni, be lehet programozni egy ilyen külső hőmérsékletértéket, ezt a sávot, ezt meg egy vonalnak tekintem, meg ezt a vonalat. Tehát egy vonalat, meg még egy vonalat. Mondok konkrét példát, nem azt mondom, ami ide van fölírva. Mondjuk azt mondom, hogy ez mínusz 3 fok, beprogramozza a szervizes ahhoz a paraméterhez, ezt meg beprogramozza úgy, hogy mondjuk mínusz 7. Most csak hasamrőtve mondtam valamit. Akkor mínusz 3 fokon csak a hőszivattyú fog működni, mínusz 7 fok alatt csak a segédenergiák, mármint a kazán vagy a vezérlő fűtőpatron, meg milyen sorrendben, meg stb. A kettő között, a mínusz 3 és a mínusz 7 fok között minden gépünk azt csinálja, hogy előbb a hőszivattyú elindul ebben a sávban, tehát itt közötte, mínusz 3, mínusz 7 fok között, előbb a hőszivattyú indul, hogyha bizonyos időtartamon belül csak erőlködik, és nem éri el a megfelelő parancsolt előremenő hőmérsékletet, nem tudja megtermelni, na akkor beléptetjük a segédenergiát, ahogy be van programozva, hogy előbb kazánfűtre, előbb fűtőpatronfűtre, vagy szóval mi segít még neki. Ha eléri, akkor elérte. Akkor éppen olyan volt a gép, hogy mínusz 4, meg mínusz 5 fokban is éppen most ki tudja fűteni a házat, mert azon is múlik, hogy nincs nagy szél.
vagy éppen nagy szél van, és akkor meg nem bírja. Jó? És ez bárhová lehet programozni, hogy ez most mínusz 3-e vagy mínusz 7, azt is lehet programozni, hogy ez mínusz 20, meg ez is mínusz 20. Ha azt programozza a szervizes, hogy ez is mínusz 20, meg ez is mínusz 20, akkor ez a két vonal ugye fedi egymást, akkor csak egy vonal van, itt mínusz 21 vonal van, a fölött a hőszivattyú működik, az alatt meg semmi, szóval csak hőszivattyú fűti a házat. Azt is be lehet programozni. Jó, az a lényeg, tehát, hogy nálunk bivalencia sáv van, mi fölött hőszivattyú, mi alatt kazán, és abban a sávban előbb hőszivattyú működik, és ha nem bírja, akkor kapcsol be valami segédenergiát. Következő. Ez az a téma, hogy mit kérünk be ahhoz, hogy ajánlatot tudjunk adni. Előbb nézzünk meg a használati melegvizes témát. Tehát amikor jön egy, egyszer már belekezdtem ebben a mondatban, hogy valaki kér, mit tudom én, 100 kW-os hőszivattyút, és akkor mire adjunk áratot? Ezt kell kitölteni, ez fönt van a honlapom, hogy hőszivattyú árat kiadása előtt milyen adatokat kérünk, ez így megtalálható a honlapon, azt csak ki kell töltenetek. A megrendelő általában nem tudja kitölteni, tehát igen, be kell vonni egy tervezőt, szerelőt, aki segít neki kitölteni. Mert a kérdésünk használt melegvíz szempontjából például az, hogy hány kilovattal fűtsük azt a használati melegvíztárolót, és mínusz hány fokig fűtsük. Menjünk a fűtésre, itt elég ennyi. Annyit még megmondok, hogy ha a ház 24 kW-os, akkor sem kell ide 24 kW, egy boiler fűtésnek elég a 8-10 kW. Gondoljatok a régi kvadriga boilerekre, 120 literes, alul 8 kW-os gázégővel, füstcső, kémény, szinte bőven ellátta a családi házakat, tehát 11 néhány kW-nál nem nagyon kell több egy boilerhez. Fűtésnél a következő adatokat kérjük. Az egyik paramétert, ami a bivalencia sávot kérjük, hogy mondjuk mínusz 3, ide írd be, itt meg mondjuk, hogy mínusz 7. Tehát be kell írnod azt, hogy mínusz 3 fok fölött csak a hőszivattyú működjön, mínusz 7 fok alatt mondjuk a kazán, e kettő sávban majd ezt, mert a gép eleve tudja, mert be lesz neki programozni a két paraméternek az értékét. Aztán add meg, hogy ezen a Celsius fokon, tehát addig, amíg a hőszivattyú működik, mínusz 3 fokig, akkor mínusz 3 fokban hány kilovattot kérsz a hőszivattyútól észre. Azt is add meg, hogy hány fok előre menővel. Itt mondom már is a gyakori hibát. Jönnek, hogy szerelő, meg hogy 24-es kazánja van, és akkor 24-es. A nagy francokat 24-es. Sosem 24 kilovattos egy családi ház. A régi szocialista házak, amik a 1960-as években épültek, ilyen 10x10 méretes, kisméretű téglás, középen csúcsban végződő palatető sátortetővel. Ugye mindenkinek megvannak ezek a házak, kb. 80 négyzetméteres földszinttel. Az kb. Olyan 16 kW-os. Mínusz 15 fok dermesztő, hidegben 16-16,5 kW-os. Sosem volt 24-es, csak a kazának a 24-esek. Tehát még ott sem kell 24-es. Aztán mikor jött a tetőteres korszak, hogy a földszinten van 80 négyzetméter tetőtérben is van 70, és vannak már tért falak, meg ilyen trapéz alakú tetőterek, közegyapotokkal szigetelve, ezek a házak olyan 12-13 kW-osak a leggyakrabban. Oda akarok kiukadni, hogy nehogy azt csináljátok, hogy ide beírjátok, hogy itt mínusz 3, itt mínusz 7, és akkor azt írod ide, hogy 24 kW. Nagy francokat. Hogyha egy ház 13 kW-os, mínusz 15 fok dermesztő hidegben, akkor mínusz 3 fokban, mondjuk csak 8 kW-os, nyilván ki is lehet számolni pontosan, de nagyjából be is lehet satszolni. És akkor mínusz 3, mínusz 7, 8 kW-ot kérsz. Hány fokos előremenővel? Persze azt is írhatod, hogy mínusz 20, mínusz 20, tehát mindig a hőszivattyú működjön, és akkor persze mínusz 15 fokig fogjuk értelmezni, hogy mínusz 15 fokban hány kilovattot kérsz, mert annál hidegebb ritkán van, és a kisgépek, azt még nem mondtam, a kisgépek mínusz 20 fokig tudnak működni, a nagygépek, a standardek mínusz 15-ig, a gőzbefecskendezősök meg mínusz 25-ig. Jó, menjünk a hűtésre. Tehát gyakorlatilag kérünk külső Celsius fokot, kilovattot, ahhoz tartozó hány kilovatt kell, és előre menő hőmérsékletet. Hűtésnél, hát hasonló. Kérjük azt megadni mondjuk, hogy plusz 35 fokban akarod a hűtést, hogy jó legyen,
akkor hány kilovattot hűtsön a gép, és hány fokos előremenővel, 7 fokkal fenkoloknak, vagy 18 fokkal falfűtésnek. Jó? Amíg ilyen adatokat nem adsz, addig csak felelőtlen cég az, aki árat tud adni hőszivattyúkra, és mi nem azok vagyunk. Tehát írsz egy ilyet, hogy adjunk árat 20 kilovattos hőszivattyúkra, felejts el. Add meg rendesen, hogy mit kérsz. Vagy legyen ott telefonszámod, hogy akkor persze visszahívunk, és akkor ha nem tudod te sem, akkor azért beszélgetünk a házról. És akkor közelítve besatszolunk valamit, közösen persze. Jó, a JPG-k igen jöhetnek. Mutatok néhány fotót. Ez a 16-os hőszivattyú, itt a két ventilátorja, erre fújja, még azt sem mondtam, ez egyfázis, 7 kW, 9 kW egyfázis, 12 kW egyfázis, ez már háromfázisú gép, tehát erre fújja a levegőt, a hátulja pedig, következő, az pedig így, tehát innen szívja be levegőt, meg innen szívja be, itt van ez a sok-sok részcső meg lamella, amin keresztül beszívják a ventilátorok a levegőt. Hát már is azt hiszem, mit mondom el. Nézzük azt, hogy hűtés. Nyáron, ha hűtesz, akkor nyáron, ez kültérben van, valahol kívül, és az előre menő visszatérő ott azon az oldalfalon van. Azt hiszem, onnan minél gyorsabban mész be majd a házba, majd mutatok tervmintát, akár föld alá is lemehetsz, akár csak úgy ilyen szabadban lévő hőszigetelt, bádogozott, vagy milyen manó, szóval burkolt csőhéjak, és akkor úgy bemész a házba minél gyorsabban. Lényeg az, hogyha nyár van, akkor beszívja mondjuk a 35 fokos levegőt, másik oldalon fújja 45 fokkal. És közben a belső gázvíz hőcserélője pedig mondjuk, jönnek vissza a mennyezeti csövekből, jönnek vissza a 23 fokos visszatérők, azt lehűti 18-ra, a 18-at visszaküldi a mennyezeti csövekbe, az megint 23-ra fölmelegszik, visszamegy ide, ő megint 18-al visszaküldi. Tehát így működik nyáron, télen. Télen úgy működik, hogy mondjuk mínusz 15 fok van, beszívja a mínusz 15 fokos levegőt, és kifújja kb. Mínusz 25 fokkal. És közben a gázvíz hőcserélője megfűt, tehát mit tudom én, a 30 fokos visszatérőből csinál 35-öt, vagy az 50-esből 55-öt, és így tovább. Csak hát nyilván, ha jó hideg van, és 50 fokból kell 55 fokot készíteni, akkor egyre rosszabb a COP-je. Tehát egyre kevesebb hőmennyiséget tudunk a levegőből fölvenni. Na most azért mondtam el itt, pont ezeknél a gépeknél, mert azt kell mondjam, hogy a több száz kilovattos kategóriában, mivel rengeteg konkurenciának csak ilyen 16-20-as gépeik vannak, és nem nagyon vannak nagyobbak, van akinek van, de elég kevésnek, amit a több száz kilovattos kategóriában alig van versenytársunk. Mert képzeld el azt, amikor 300 kilovattnyi hőteljesítmény kell hőszivattyúkból, akkor mi be tudunk rakni egy csomó ilyen gépet, egymástól kb. Másfél méter távolságra gépeket lehet rakni, és fölfele fúj. Tél van, beszívja a mínusz 15 fokos levegőt, és mínusz 25 fokosat az ég fele fúj. Mondjuk a tetőn van. Vagy a gépek kint vannak valahol a ház mögötti, kevésbé esztétikusnak nem annyira számító felületem. Viszont, hogyha egy versenytárs ilyen gépekkel be akar rakni 300 kW-ot, úgyhogy ugye mínusz 15 fokban esetleg kell neki az a akárhány fok előre menő, és akkor a 16-os gép csak 10 kW-ot tud, akkor 30 ilyen gépet kéne berakni. Azért nem tudja berakni a 30 ilyen gépet, ezért mondtam el ezeket a példákat, mert a gép hátulról beszívja a mínusz 15 fokos levegőt, erre meg kifújja a mínusz 25-öt, és mivel az 2-3 méterre elfújja, ide nem rakhatod a következő gépet, mert akkor a következő gép már nem mínusz 15 fokot szív be, hanem az ráfúj mínusz 25 fokosat, és elrontja a gépet, és rendezzel úgy 30 gépet, hogy ne fújjanak egymásra. Nem tudod? Tehát ettől kezdve sok kicsi géppel nem tudsz elrakni több száz kilovattot, ezekkel, amik az ég felé fújnak, ezekkel meg könnyen. Elmész külföldi országokba, szétnézel néha egy-egy tetőn, például Dubajban, ahol ugye sokat kell hűteni, vagy szóval mindig hűteni kell, ott amikor végignéztem tetőszerkezeteket, mint a sár, tele van ilyen gépekkel. Ugye hűt meg meleg vizet termel. És ilyen gépekkel, hogy fölfelé fújnak, ilyennel tényleg tele lehet rakni a tetőket, ilyenekkel már csak néhány darabot lehet fölrakni. Következő. És akkor mutatok most konkrét kivitelezést, itt
négy gép van egy ilyen tetőn, új épület, ott a háttérben panelépületek, és bekötnek, itt még csak le van festve, itt a gumikompenzátor, ott is egy gumikompenzátor előre menőnél, visszatérőnél. Itt van a gépnek az ajtaja. Ennek az ajtónak így nyílnia kell, tehát a tervezőknek arra is figyelni kell, igen, a terveken szokták jelölni az ajtó nyitás irányát, hogy itt nehogy ide rajzoljanak csövet, mert ha itt megy el egy cső, majd a szervezés nem tudja kinyitani az ajtót. Itt van a vezérlő egyébként, itt van egy főkapcsoló, ott van a fogantyú, amivel nyitjuk az ajtót, le van csavarozva, tehát csavarokat kell föllazítani ahhoz, hogy ki lehessen nyitani az ajtót, majd belenézünk belülről, és itt van a hangtompító diffúzor, ott fölfele fúj a ventilátor, itt beszívják három oldalon keresztül, itt is, ott is, meg másik oldalon is szívják be a sok-sok levegőt. A másfél méter távolság az arra kéne a gépek között, mert különben, ha túl sűrű rakod, akkor hát nem tud ráfordulni a levegő két gépre, tehát nem kapnak akkor megfelelő levegőmennyiséget következőképp. Tessék? Eső, ez beázik. Ott a ventiláton keresztül az összes eső megy be. Semmi. És a kültéri gépeknél a kültériben? Miért rakozna? Persze, hogy nem. Nem. Itt van a négy gép, ott van az elektromos egy-egy doboz, itt előre menők, visszatérők rákötve, itt megy be éppen a betáp hozzá ezeknél a gépeknél. Ja igen, a rezgéstompítás, igen, itt az akusztikusok, akiket bevontak, külön akusztikus méretezők voltak, ja igen, mert itt valahol esetleg éjszakai szoba meg 35 decibel kell, meg stb., és hogy ne legyen annál nagyobb, azt mondták az akusztikus tervezők, hogy nem a gép alá rakják az antivibrációs talpakat, ami ilyen gumibakszerű tompítók, hanem az egész szerkezet egy szerkezet, és olyan rugókat raknak, amely rugókkal az egész szerkezetet rugó alatámasztásokra rakják, mert hogy amikor a kompresszorok kisebb fordulatokon mennek, és más a rezgés, meg a decibel, hogy a rugók azt jobban tompítják, nyilván akusztikusok majd megoldják, ez csak azért mondtam el, mert nem biztos, hogy mindig a gyár által adott gumi antivibrációs talpakat kell használni, hogyha akusztikus tervező van, és azt mondja, hogy ő majd rugókat ad, hát rakhatok rugókat is következőképp. Kinyitottuk az ajtót, következőképp, és most ezt is kinyitjuk, tehát kinyitottuk az ajtót, és ennek a doboznak az ajtát is kinyitjuk, hogy azért lehessen látni, hogy azért ez nem hűtőgép, tehát itt vezérlés, meg egyéb sok-sok érzékelés technika miatt azért ez egy komolyabb, még a következőképp, és itt van a belseje, ott beázik az esőtől. Ott forog a ventilátor. Itt van az egyik kompresszor, másik kompresszor külön lecsavarozva az alaplemezről. Itt van például a keringtető szivattyú. Ott van például ez gőzbefecskendező, és ott van az a hőcserélő, ami a nagy hűtőközeg ellenáramban a kis kűtőközeget elgőzölökteti. Itt meg a sok-sok cső és lamella. Itt nincs semmi, ez csak fényjáték, tehát nincs itt ablak a gépen. Itt valami fényviszonyok miatt ez ide került, tehát itt végig ez a sok-sok lamella és cső, meg itt is, és szívja be a levegőt és fújja fölfele következőképp. Igen, és itt a vezérlő, amit hogyha ugye vízmentesen, ha fölnyitanak, akkor itt programoz a szervezés, itt rengeteg mindent be lehet programozni. Ugye ezt is. Ezt a bivalenciás sávot hány fok fölött hőszivattyúk, hány fok alatt csak kazán, és a közötte kialakul az a sáv, és egyébet fűtési görbe, hűtési görbe, fűtőpatronokat fűtsünk el, kazánok bekapcsolódjanak el, és így tovább. Ez a vezérlő, mehetünk is tovább, az előbb mutattam képen. Esetleg annyit, hogy még a vezérlés sem belül is figyelnek ilyen túlhőmérsékletre, hogy túlhőmérséklettől még a vezérlő sem menjen tönkre. Eddig lekopogom, nincsenek garanciális hibák, menjen tovább. Igen, vagy éppen hangtompításképpen, hogy a vezérlésen keresztül is hogyan lehet úgy hangot tompítani, hogy ne legyenek olyan vibrációk, tovább. Igen, ezt meg azért szoktam mutatni, mert én nem Unikál Magyarország vagyok, ezt is értse meg mindenki. Tehát van egy Unikál gyár, én meg a Homor Miklós vagyok, egy magáncég. És nem mindent hozunk, amit az Unikál ide akar nyomni a magyar piacra, ez nem úgy működik. Hiába akarja ide nyomni, én azt mondom neki, hogy nem érdekel, és kész. És nem ő dönt, hanem én döntök. Bármennyire is furcsa, ez mindenképpen én döntök. Például, amikor szóltak mondjuk
nem tudom, most már nagyon mennek az évek, 4-5 évvel ezelőtt, hogy van már hőszivattyújuk, és akkor persze én egyből azt kérdeztem, hogy na és akkor inverteres a kompresszor, azt mondják, nem, még on-offos, na hagyjatok békén az ilyen baromságokkal. Tehát nem úgy van, hogy ők gyártanak valamit, és akkor azt mondják, na ezt is kell terjeszteni, és akkor kell, nem. Nekem van egy minimális igényszintem, ami alá nem megyek, és nem érdekel, hogy ők esetleg gyártanak valami mást is. Például gyártanak olyat, hogy egy vékony falba be lehet csülyeszteni egy ilyen nagy dobozt, itt van a nagy függőleges melegvíztárolós bojler, itt van egy kondenzációs kazán, kint a falon ki lehet rakni a kis hőszivattyút, itt vannak osztó, gyűjtők, vezérlések, egyebek, tehát ilyen komplett gyártmány. A hibrid rendszerek, mert most itt divat, hogy hibridet gyártanak a gyártók, és akkor sok minden benne van. Na de ha megnézem a részleteket, és azért most már én mondtam egy csomó dolgot, hogy én bizony a nagyon részletekét nézem, megnézem a részleteket, akkor ez nekem nem tetszik, és nem hozom be. És nincs benne az állistában, és nincs benne ára, és nem tudod rendelni. Kész. Ha ilyet akarsz, rendelj a versenytársaktól. Ennyi. Menjünk tovább. Van hőszivattyús bojlere is az Unikálnak. Hát ezen még gondolkodom, hogy behozzam-e vagy sem. Menj el tovább. Igen, ugye ez... Amikor a meleg vizet termeli, akkor hűt, tehát tudnod kéne, ha ide rakod a vasaló hölgy mellé, akkor ő hűvösset fúj. Tehát a meleg vizet melegíti, de hűvösset fúj. Tehát ezt inkább úgy kéne beraknod egy hőszivattyús bojlert, hogy a hűvösset átfújja a szomszédba a kamrából, a sörös ládáidat hűtöd. Úgy jó? Az lenne az igazi. De én azt mondom, hogy hát nekünk van ilyen hőszivattyunk, ez az egyszerű tédommal váltószeleppel a bojlert is tudja fűteni, minek még külön hőszivattyús bojler, de azért ennek lehet, hogy lenne értelme. Egyelőre nem hozzuk. Menj tovább. Igen, ilyet már mutattam. Még tovább. Igen, kis hangtompítós dolgok, a kompresszor körüli hangtompítós, még tovább, és a hangtompítás az nem csak hangot tompít, hanem itt hőt is, azt is mérik, tehát hogy mennyi hőmegtakarítás van, még tovább. Itt mutatjuk, hogy két Mitsubishi kompresszor van a 35-ös 50-es gépben, tovább, de ez a gépkönyvekben is benne van természetesen. Na ez egy fontos, tehát azért kell néha a szervizképzésből ide raknom dolgokat, hogy ne rugdaljátok a gépet. Amikor a gépet először áram alá helyezitek, amikor először megkapja az áramot, mint betápot csatlakozót, akkor utána 12 órán belül nem indul. Tehát ne rugdalt, hogy indulnia kéne, mert nem fog indulni. Jó? Ez olyan, mint nemrég vettünk hűtőgépet, mert a cégünk sokkal szebb új telephelyre költözött Fehérváron január-februárban, és vettünk egy új hűtőszekrényt, és amikor hoztuk a MediaMarktból, mondták, hogy csak függőlegesen szabad a hűtőszekrény, meg stb., de hát azért mi simán Ferdén is vittük bent a hosszú folyosón, aztán én betartottam, mert én aztán olyan vagyok, tehát szorgalmas, meg betartom, hogy szabályok, és hogy 4 órán belül leállítjuk, függőleges, beállunk 4 órát, és csak utána szabad bekapcsolni. Na, kiváltuk a 4 órát, bekapcsoltuk, és már is írta a hibákat, pirosan villogott, egyből kihoztuk, és akkor vártunk még nem tudom mennyit, utána bedugtuk, és utána jó lett. Jó, szóval ez is fontos. 12 óráig várni kell, még ott belül elrendeződik minden folyadékszintek, hűtőgáz téma. Következő. Igen, itt meg csak bevillantunk néhány dolgot, hogy amikor hibaüzenetek vannak, akkor a szervizes, ha megy, és mondjuk E00 hibát talál, menjél lejjebb, légy szíves, egymás után jöhetnek ezek a képek, akkor mutatják az ábrán, meg szövegben, meg így képpel is, hogy mihez kell nyúlni a szervizesnek, és valószínű mit kell kicserélni. Jó, köszönöm.